és ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Amikor Sárának nem adattak gyermekek, az ókori kelet szokásai szerint járt el. Hágár nevű egyiptomi származású szolgálóját férjének adta ágyasul. A kor szokása szerint, ha a szolgálónőnek fia született, az az úrnő gyermeke lett. Hágárnak fia született Ábrahámtól, és ez a nagy ajándék gőgössé tette őt. Különbnek érezte magát úrnőjénél, és amikor csak tudta, megalázta őt. Ennyire megváltozott ez a szolgálólány, akivel meghitt bizalomban éltek. Hágárnak hálásnak kellett volna lennie Sára iránt, hogy legbizalmasabb dolgaiba is beavatta, és a családi életbe is bevonta. Gőg azonban elvakította őt. Hogy viselte Sára mindezt? Sok álmatlan éjszakája volt, sokat szenvedett, nem tudta elviselni azt, ahogy Hágár bánt vele. Engem is gőgössé tesz, ha valami több mutatkozik az életemben.